Sziasztok, képzeljétek el, Dave-vel és Zsomacsal kaptunk egy nagyon fura e-mailt, ami egy nagyon fura helyre invitált meg bennünket. Elmentünk és megnéztük, hogy mi van ott, viszont amit ott találtunk, az nagyon ijesztő és hátborzongató volt. Nézzünk körbe! És mi alapján induljunk el? Ó, de egy pendrive. Valaki nem talált valami kódot esetleg? Megvan a távirányító. 3 darab 6-os lesz az bárki mondás. Öltek száma. Gratulálok, az első pályát sikeresen teljesítettétek. Szükségetek van egy jelszóra. Aha, az lesz az. Sütőtök. Nézzünk körül máshol is. Ebben a videóban viszont tovább megyünk, és újabb rejtvényeket fogunk megoldani. Tartsatok velünk! Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő feladat, srácok. Szerintem jó úton haladunk, hogy megtudjuk. Kezdődik is. Azért kicsit izgulok ki, nem? De, már másik színnél tartunk, nem most essünk ki. Jól haladunk. Látom, sikeresen ide találtatok. Üdvözöllek hát titeket a második pályán. Szevasz. Remélem nem felejtettétek el a jelszót, amit az első pálya végén kaptok. Talán sütőtök? Használjátok a számítógépbe való belépéshez, hogy megpróbáltatásaitok folytatódhassanak. A többi ünnep szellemével már megtettük látok a fogadásainkat. Szerintem ezen a pályán még tovább jutok. Szóval ne hagyjatok semmit. Ezen még. Na, ezen még. Ki kell fizetnem ennek a helyszínnek a bérletit. Szóval hajrá! Óra indul! Szúrjunk ki vele és maradjunk itt jó sokáig! Így van. Ja, nem, jó, nem megy az óra. Magunkkal is kiszúrjuk akkor. Jön a boltával. Ha indul már az óra, menjünk, jó, keressük. Jó, keressük, akkor mi a feladat? Nem tudom. Számítógép, Dávid. Indulj, arra menj, gyerünk. Jó. Itt a számítógép! Ó, nice. Na, haladunk. Új mi ez a hely? Hú, amúgy elég. Igen, ez se tisztább, mint karcol, volt. Karcol, rendesen. Na, kapcsoljuk el a kis gép. Fúj, ez egy kéz ott amúgy. Ezt vigyük el, légy szíves, valahogy. Jó lesz. Jó lesz azon. Na. Kedvenc barátom. Na jó, srácok. Írjuk be a kódot, ami sütőtök volt, sütőtök, ugye? Nagybetűvel. Aha, jaj. Sőt? De amúgy milyen gamer setup van már? Nagyon jó. Valami cségót nem dobsz fel, aztán nyomjuk már. Téves jelszót hozott meg. Na, várjál, lehet, hogy nagy betűkkel kell megpróbálni. Igen, az lesz az. Sütőtök. Rosszul írom. Na, várjál, Dávid, figyelj. De értem én csak, hogy kell-e ékezet, vagy nem? Mert én arról lemaradtam. Ott van! Annyi! Kell ékezet. Hogy ne kéne ékezet? Na. Várj, mi van? Tekintsétek az éjszaka legsötétebb mélységeibe, és a sötétség visszaszól. Szólaljatok meg a sötétség nyelvén, és feltárul az igazság. És van két mappánk, hát nézzük meg ezt a mélységet. Hát... Fekete képek. Ez nice. Egy nagyon szép... De várja, mint hogyha lenne valami... Valami, mint lenne. Igen. Vagy így se ott egy kicsit, hát akkor jobban látszik. Á, nem hiszem, nem. Nem, de van rajta valami. Aha. Van rajta valami, nem tudom. Valahogy... Nézzük meg az ipet is, hogy az micsoda. Mert ebbe... Igen, ott volt egy másik nem fájl tud kiolvasni. Is. Igen. Ott, aha. Nézzük meg. Mi a kód? Hogy kell hozzá egy mi kód? Mi a kód? Az kell egy kód? Hát tudjuk a kódot, nem? De várja. Ó, jelszó. Várj, próbáld meg a 666-ot, ki tudja. Ja, van egy ötletem. Mi lenne, ha átállítanánk a kontrasztot a monitoron? Gondolod? Hát igen, mert akkor kilövi jobban a izéket. A izét. Jó, akkor várja, lépj be ott a menübe. Igen. Menü. Ott van kontraszt. Na jó, várjál, 68. Toljuk fel maxra. Úgyni. Azaz, nyomjad. Nyomjad. Gyerünk. Nyomjad, ne engedd el. Azaz. Nem adj fel. Gyerünk, még meg lesz a száz. Ott van. Nagyon jó. Hát ilyes, ne kapcsolj be minden. Na, most nézzük meg. Igen, így már tisztán és kivetően lehet látni a kódot. Ez egy T betű. Igen, T. Ez egy Ö betű. Ez tök. Egy K betű. Tök mi lesz? Tök leves vagy? Tököm. Tök ma. Tököm a G. Tök mag. Tök mag. Tök mag. Ez lesz a kód. Írd be. Hát egy tök lámpásról van szó. Nem jó. Caps lock megint. Caps lock. Nézzük. Na, hát indul a videó. Várj, videó. Úristen! Azt az eget! Na várjál, ez így nem lesz jó. Dávid, mi van odaírva? Mödörbe, én úgy érzem. Végül. Ez egy igen, végül, de félig 8. Össze van most utána. 7.
Az biztos, hogy 7. Először, utána, végül. Hát igen, mert figyelj, meg lehet állítani frémek között. Pont amikor éppen, amikor éppen kirajzolódik az a frém, ha ott meg tudod állítani, akkor ki tudjuk olvasni, nem? Mi lenne, ha állítanánk a refresh rate-en? Mert láttam, hogy 60 Hz-en van a menüben. Aha, azt fel lehet tolni 200 megre talán. Na nézzük akkor vissza a menübe. Föntebb egy game. Game, aha. Game, igen. 60 Hz. Itt van a 60 Hz. 200 megre. Kettő rengere. Vigyni. Na, elrontottad. Nem, csak dolgozik. Átállítja, ne aggódj. Aha. Na nézzük így. Hát még mindig nem az igaz. De le tudjuk lassítani sokkal, a videót. Sokkal jobban kivehetőbb. Várja, okay. A lejátszás. Sebesség. Aha, és lassabban. Aha, 0.33, ez már csak jó lesz. Aha. Aha. Egy fokkal jó. Először ott volt. 3. Igen. 378. Ja. 378. Én ezt látom. Most nézd. 3, 78. Ja, az a többes csak megzavar minket. Na jó, és ez a kód most ez tök jó, hogy megvan. Meg gondolom, tök jó, hogy tök az van. Elválasztó, hogy tud, hogy hol az aha, eleje. Értem. Na. De akkor kell lennie, valahova írjuk be, érni. Mert itt már nincsen több dolog. Hát figyelj, nem olyan nagy ez a szoba, nézzünk körül. Igaz, azt is megcsinálhatnánk, hogy körbenézünk valahol, mindenhova, kis résekbe, aha, talán itt a fejben. Figyeld, még vannak is. De nem tudunk kódot írni. Ó, srácok! Hoppá! Ide nézzetek, mit találtam! Az berendezés, az maradj jó! Na, nézzük meg akkor! Ó, ismerős kis aktatáska! Azt mondja, 370... De várj, akkor másik oldalra mi lesz? Valószínűleg ugyanaz, ne aggódj! Ja, igen, szépen! Itt is akkor 3... 70... Ne állítgass le! Ott is! Most tényleg elállítottad? Kelleteket hozzányúlni komolyan. Bocsánat. Na, és akkor nézzük, mit rejt ez a táska. Azt hittem megint egy pendrive. Mondjuk majdnem egy videó, majdnem, meg egy SSD. És alatt a feliratok is, figyelj csak. A merev lemezen található mappa tartalmára szükség van a továbbjutáshoz. Ez töké. Töké? Feltérjük itt azt, de hogy valami mappát találjunk rajta, amit nem kéne. A mappa azonban egy percen belül törlődik, miután megnyitottátok a merev lemezt. Másoljátok át a mappát az SSD-re, mire törlődik. Ez aha, időre fog. Remélem, itt fog nekünk kerregni egy 10 percig, aztán törli az egészet. Na várjál, közben bele kéne rakni a gépbe. A gépbe mind a kettőt. Ott egy SATA kábel, ráküldjük, jó lesz az. Izomból megy, és jó, kerül. Figyelj, ide egy táp, ide egy SATA. Aha. Úgy jó. Oda is egy táp, oda is egy SATA. És akkor elmenetileg megvagyunk. Na nézzük. Igen. Aha, az lesz az. Jó. Oké. Itt van. Aha, ott van. Megvan, oké. Olvass el. Olvass el, azt mondja, lalala. Ú, de jó ez a rajz. Keresd meg mind a négy számot. Elmúlt az indul. Már megy az idő, igen. Ajjajjaj, akkor gyorsan át kéne másolni. Várj, ott van a sok képmap, akkor azt kell átmásolni. Azokat kell átmásolni valószínűleg. Jó, akkor... Jézusom, 2 giga? Másolja gyorsan. Gyorsan, húzd át. Lefekszik a binyó. Várj, akkor gyorsan ki. Jó, oké, másra. Azt, amilyen gyors volt. Gyors, öcsé, ez vagyok. Nagyon gyors volt. Na nézzük meg ezt. Mert számokat kell keresni. Hát igen. Milyen számokat? Mindegyik képbe van. Ne. Ja, nem. El van rejtve. De jó, mert betölti a privivel. Ott, azt nézd. Tényleg, ott van egy egyes. Egyből betölti a képeket. Ugye nem, azt hittem nehezebb lesz a feladat. Figyeljetek. Ott volt a másik, igen, 1-0. Ettől a vinyó kifeküdt volna, hogyha ezteket az a privíveket kéne betölteni. Igen, fú, azért... Láttátok még számokat? Nem. Jó. És ott volt 10, 3, igen. És akkor még mennyi kép leg... van ezen? Nagyon Isten. Majdnem 10 000. Hát szerintem pont 10 000 lesz, mert most tartunk 8 000-nél. És az egy egyes. Oké, tehát akkor a kód? 10.31. Jó. És hova jöjjünk be? Na, jó kérdés. Ott a pont. Fú, öcsém, már azt hittem sosem jutok ki. Nem szívesen lettem volna újra adósul ennek az uzsorás húsvéti nyuszinak. Miről beszélsz? Fogalmatok sincs, mennyire kapsi. És ahogy tud vigyorogni azokkal a kis fogaival... Mindegy. Na, de mivel végül nem hoztatok kellemetlen helyzetbe, cserébe annyit segítek, hogy elárulom. A 4 szám, amit megtaláltatok, egy telefon PIN kód. Egy telefon. A telefon pedig a harmadik pályán találjuk. Jó.
nincsen más. Menjetek át! Lépjetek be a harmadik és egyben utolsó pályán. Jó. Kezdődjön a finálé! Jó. Na, hát ezt is megtudtuk. Ha. Na. Miért vagytok még itt? Jó, menjünk. Gyerünk, úgy a harmadik pályán. Menjünk.